Sziasztok! Mielőtt az emberkísérletről beszámolnék, most fejeztem be a kulcs a nagyobb anyagi függetlenséghez napi tanácsadó videót, és a napindító videót, ugye, amit a mentorprogramosok kapnak, és most megtörtént az, aminek meg kellett történnie. Emberkísérletet végeztem, ugyanis biztos találkoztam már azzal a dologgal, hogyha éhes vagy, akkor nem is éhes vagy, hanem szomjas vagy, és így áll vizet. Kipróbáltam. Elmondom, mi történt. Tehát azt éreztem, hogy éhes vagyok. És uh, ittom vizet. Sokat. És képzeljétek el, azt éreztem, hogy a testem elkezd tiltakozni, hogy én nem erre számítottam, nem vizet akarok kapni, hanem kaját. Nem mondom biztos, hogy megint kamuzik, biztos megint csak szomjas. Így aztán megint jó, megitattam. Azt figyeltem meg, hogy elkezd az energiaszintje a testnek lezuhanni. Uh, nem tudta kinyerni a vízbű az oxigént, hogyha emlékszel még a szalacsi féle videóra. Ha nem, akkor elnézést kérek a viccért, nem tudom most ezt mondani, keressé majd rá, tehát kiveszi az ember a vízbű az oxigént. Na most a, a testem nem tudta kivenni a vízbű az oxigént, és elkezdett lefelé menni az energiatartalma. Na aztán mit csináltam? Csináltam egy jó kis hamburgert magamnak, és megettem. És képzeld, a testök a testnek az energiaszintje elkezdett emelkedni. Bum. És elmondom így neked utólag, hogy tehát teljesen más érzés, az, hogy az ember szomjas, meg az, hogy éhes. Ez, ezt nem tudom összekeverni, ezt a kettő érzést. Én azt javaslom neked, hogy próbáld ki, hogy milyen. Tehát tényleg éhes vagy, így már vizet, aztán nézd meg, hogy elmúlik-e. Az az érzés nyilván elmúlik, hogy az embernek üres a gyomra, és belekerül víz, az majd ott fog jól lötyögni. De energiát nem fog adni, tehát figyeld közben a testnek az energiaszintjét, hogy mire van szüksége. Tehát nem mondom, hogy ez ez figyelje napközben, meg állandóan ezzel egy elfoglalva, de az ember éhes, akkor egyen. Ha az ember meg szomjas, hát akkor meg így vizet. De ez kb. ennyi. Na, szóval ennyi volt az emberkísérlet, megnézte magamon, számomra nem igaz az, hogy ha éhes vagyok, akkor valójában szomjas vagyok.